Én nem húznám tovább az időt, hanem akkor rögtön az első előadónkat megkérném, hogy, hogy meséljen nekünk a funkcionális MRI-ről, és Gál Viktor, aki az MTA TTK-ból látogatott el hozzánk. És hadd kezdjem egy kérdéssel, hogy van-e olyan a kis közönségben, akinek nem volt terve az, hogy egyszer kocsmát nyisson, vagy kis éttermet nyisson, vagy lesz-e terve, vagy ilyesmi. Szóval emelje fel a kezét, aki még sose gondolt erre, hogy na, egyszer majd. Igen. Mondjuk, hogy 6 a, nem is tudom, 50-hez. Az fMRI egy kicsit hasonló az agykutatók környezetében, és lehet, hogy még nem tudok annyit nem agykutatókról. Tehát szinte mindenkinek van egy jó ötlete, amit de jó lenne funkcionális MRI-ben kipróbálni, teljesen mindegy, hogy mi az alapterülete. Ennek megvan az előnye és hátránya. Remélem, hogy erre rá tudok világítani, hogy ez miért jó és miért gond. Szóval 2002 éve épült el az épület. Itt most affiliációnak az MTA TTK-t adtam meg. Oda jött ez a csúcs készülék, innen egy mosógépnek néz ki talán leginkább, egy 8 tonnás mosógép, de ez drágább annál, mint hogyha sok kis mosógépet összeraknánk. Tehát ide kellett volna raknom valójában a Semmelweis Egyetem MR kutatóközpontját is, mert a legtöbb kísérlet, amit olyan részletességgel nem mutatok, de adatokat mutatok, az ott készült, és még mindig ott vagyok, például radiológus szakorvos jelölt így 15 év kutatás után. A csoportunkban biológusok, fizikusok, mérnökök, pszichológusok szerepelnek. Erre szükség is van, informatikusok. Jó magam orvos végzettség vagyok, a PhD-m az ilyen mérnöki PhD, és akkor most meg szakorvos jelöltködök, illetve a metodológiai fejlesztéseket vezetem itt a csoportban. Tehát szerintem látni fogjuk, hogy szükség is van, vagy nagyon jó, hogyha van többféle szakember. Kezdjük az MR működésével, fizikai alapok, ez a mosógépnek az átmetszete. Egy nagyon lényeges dolog, hogy nagyon erős és nagyon homogén mágneses teret tudjunk előállítani egy olyan térrészbe, ahova a vizsgálandó szövetet, jelen esetben az agyat fogjuk tenni, élő agyat fogjuk tenni. Ez permanens mágnesekkel nem megvalósítható, sem rezisztív mágnesekkel, tehát egy sima elektromágnessel, hanem egy szupravezető mágnesre van szükség. Tehát ebben a rendszerben egy ilyen legalább egy köbméternyi folyékony héliummal, ilyen 0 Kelvin körüli hőfokon kering, és ez biztosítja azt, hogy megfelelő áramerősség gyakorlatilag újabb energia befektetés nélkül ott keringeni tudjon, és ez egy nagyon erős, jelen esetben 3 teszlás teret állít elő, vannak ennél magasabb mágneses terű MR-ek, de klinikai használatban vagy rutin kutatási használatban ez a elérhető legnagyobb erősség. Szemléltetésként egy 100 forintost 60 km per órára tud fölgyorsítani, egy méterről elengedve, és éppen ezért majd látni fogjuk, a kísérleti környezet is speciális, tehát semmilyen fém, mágnesezhető fémet, elektronikát, normál elektronikát nem lehet közelvinni a készülékhez, sem beteg ágyat, ezt nem mindenki tudja sajnos. És azon kívül, hogy erős mágneses homogén terünk van, azon kívül szükségünk van úgynevezett grádiens tekercsekre, illetve antennákra. Jó. A hidrogénatom van a vizsgálatunk középpontjában. A hidrogénatomok spinnel rendelkeznek. Mondjuk úgy, hogy ez egy bizonyos fajta mágneses tulajdonság az atomnak. Külső mágneses térben, nagyon leegyszerűsített kép, külső mágneses térben ezek igyekeznek beállni a mágneses tér irányába, illetve a körül precesszálnak. Ebből ki tudjuk billenteni egy megfelelő hullámhosszú elektromágneses sugárzással. Ezt nevezzük Larmor frekvenciának, ez függ az anyagtól, illetve a térőségtől, tehát itt a hidrogén atom esetében, 3 Tesla esetében ez 130 MHz. Ezen képesek mondjuk úgy, hogy elnyelni energiát, majd visszasugározni.
A hidrogén atommagok azok élő szövetben, az agyban, illetve az emberi szervezetben leginkább a vízben és a zsírben vannak jelen, tehát ezek leginkább a víz az, ami jelet fog szolgáltatni nekünk a megfelelő energiabesugárzása után. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a hidrogén atomnak attól függően, hogy milyen környezetben van, milyen kötésben van, hogy hogyan relaxál, tehát hogy ezt a besugázott energiát mennyi idő alatt adja le, mennyi ideig tudunk jelet mérni. Tehát hogyha besugázzuk ezt a rádiófrekvenciás gerjesztést, akkor ha a mágneses momentum ezeknek a protonoknak egy irányba mutatott az erős mágneses terünkkel, akkor ezt ettől el tudjuk téríteni, és egy bizonyos időkonstanssal, sokféle konstans, egy T2 csillag, mindegy, hogy mit jelentenek, nekünk a T2 csillag lesz fontos, tehát hogy milyen dinamikával relaxálódik. Ez nagyon függ a mágneses térnek a homogenitásától, illetve a mágneses tér erejétől. Tehát ezért is fontos, hogy homogén legyen a mágneses tér, és majd ezt fogjuk kihasználni mesterségesen, vagy éppen nem mesterségesen, de le fogjuk rontani bizonyos helyeken a mágneses teret, és ezzel a időkonstanssal fogunk játszani, ebből lesz majd az efemeri jel. Egyébként a látszöveti kontrasztokat, ami számunkra most ebben a pillanatban nem érdekes, de zsír, vér, izom, szürke-fehér állománynak az elkülönítése is így zajlik, tehát ezek a relaxációs idő különbségén alapszik. Az MR az nem olyan, mint a CT, vagy a röntgen, vagy az ultrahang, azok ugye nagyjából egyfajta modalitást tudnak előállítani. Itt csak néhányat tettem föl, és ez is elég sok. T1, T2 sorozat, inkább anatómiai képek, ezek is elég szükség van a agykutatásban. A bold FM-ről fogok hosszabban beszélni, tehát ezek mondjuk úgy, hogy színes képeket fogunk előállítani, statisztikai képeket, dinamikát nézünk. A protonoknak nem csak a relaxációját, hanem a mozgását kihasználva, illetve a mozgásból eredő különböző tulajdonságát kihasználva lehet úgynevezett arterial spin labeling képeket, ez a legvégén, ha lesz idő, akkor beszélek róla, tehát valamiféle véráramlást nézni, ez egy ilyen PET jellegű vizsgálat, diffúziós traktrográfia, fehér állomány kötegeket lehet vele kimutatni, és végül a spektroszkópiát említeném, ami tulajdonképpen nem csak a proton, hanem mindenféle más anyagnak, tehát egy különböző molekuláknak, nem csak a víznek, a térbeli, a lokális jellemzésére, koncentráció meghatározására lehet használni. Akkor az efemeri kísérlet, egy tipikus efemeri kísérleti környezet, az jó esetben úgy néz ki, ugye van a mágnes, illetve a betegágy, neki vannak válaszgombjai, mert általában elvárjuk, hogy valamilyen feladatokat végezzen, ingereket kapjon, vagy mutatunk, vagy hallásingert adunk, vagy esetleg tapintás, illetve jelenesebben fájdalomingert adtunk, ez az én lábam, és ez egy, mivel sajnos csak egy ponton tud ingerelni, ez tényleg elég fájdalmas lett egy idő után, pedig csikinek indult. És az is látszik, hogy például ez alumínium, tehát hogy megint csak itt ilyen speciális barkács megoldásokra volt szükség, hogy MR környezetbe lehessen bevinni. A ingerek. Most itt éppen a csoportunk az mondjuk úgy, hogy régebben szinte 100%-ban EEG-FMRI kísérletekben látásingerekkel foglalkozott, tehát most azzal kezdek, most már messze nincs ez így, tehát ezek ilyen kis... Lényeg az, hogy sok hasonló apró vizuális ingert adunk az alanynak, aki bent fekszik. Pillanatra vissza, megpróbálok visszamenni. Tehát, hogy ezen a képernyőn keresztül, és itt van a fejtekes, tehát ebben van benne a fej, ezen van egy tükör, és azon keresztül nézi a mágnes mögé tett képernyőt, vagy esetleg egy projektort. Jó. Tehát különböző ingereket sokszor adunk, vagy különböző feladatokat sokszor kell ismételni, ahhoz, hogy aztán értékelhető jelet, illetve értékelhető statisztikát kapjunk. Itt, amit jelsz, egy A és B ingernek neveztem, ennél persze sokkal több fajta inger lehet. A lényeg az, hogy mindegyikből sokat kapja az ember, és azt reméljük, hogy a A és B ingerekre más nagyságú választ kapunk az agyban. Van rengeteg voxelünk, itt az oszlopok jelzik, itt csak 8 voxelt jeleztem, de hát nyilván ez 100 000 kis kép,
képpont lehet az agyban, vagy kis agypont, és ezeknek különböző aktivitását, ahogy így ismételjük a kísérleteket, zöldet, kéket mutatunk, akkor bizonyos aktivitás mintázatokat kapunk. Mondjuk, hogy ezt nevezzük ezt eseményhez kötött efemerinek, ez EEG terminológiai. A előadás végén majd lesz példa nem eseményhez kötött efemerire, de az efemeri kísérleteknek a 90%-a 5 évvel ezelőttig erről szólt, vagy 95%-a most már kezd egy kicsit megdőlni. Jó, hogyha van egy jó anatómiai felvételünk, akkor azt tudjuk szegmentálni. Ez egy jobb gomb. Akkor ez... ez kijött. Nem megszokott. Ja. Szóval... Tehát tudjuk automatikusan szegmentálni a szürke fehér állományt, és akkor ilyen gépi algoritmusokkal ki lehet teríteni az agyat, és arra az agyra rátenni, tehát nem csak egy ilyen képre lehet rávetíteni, mint általában szokott látni az ember színes magazinokban, egy ilyen felfújt agyra is rá lehet tenni különböző aktivitásokat, illetve az aktivitásokból számolt statisztikákat. Most itt például a látókérek különböző specializált területeit lokalizáltuk speciális ingerekkel, ezekben meg lehet nézni aztán más jellegű ingereknek az aktivitását is. Mik a fizikai, biológiai alapok? Tehát most elmondtam az elején maga az MR fizikai alapjait, akkor mi ennek a BOLD, úgynevezett BOLD, ez a Blood Oxygen Level Dependent efemeri. A legfontosabb, hogy az úgynevezett autoregulációnak a megértése, tehát az agyban, ahol sok a idegsejt, tehát ahol idegsejt aktivitás vagy kifejt idegsejt aktivitás van, ott ugye sok oxigénre van szükség, és ott lokálisan, tehát nem az egész agyban, lokálisan meg tud nőni a véráramlás, illetve az oxigénben dús vérnek az átáramlása. Itt a piros pöttyök jelzik az oxigénben dús, azaz oxihemoglobinban dús vörös vértesteket. És a deoxihemoglobin, ahol ugye kevés az oxigén, a deoxihemoglobinnak viszont van mágneses, paramágneses tulajdonsága, diamágneses az annyit jelent nagyjából, hogy nincsen ilyen mágneses tulajdonsága, tehát azt a szép homogén teret, amit létrehoztunk, a csúnya deoxihemoglobin lerontja. Ha lerontja, akkor nő az inhomogenitás, gyorsul a relaxáció, tehát gyorsabban, ha gerjesztjük ezeket a protonokat, a víz protonjait, akkor gyorsabban fognak relaxálódni, így a mért jel intenzitása csökken. Na, ezt fogjuk kihasználni közvetett módon az idegi aktivitásnak a mérésére. Tehát idegi aktivitás, agyi lokális reguláció, deoxihemoglobin lokális szint csökkenése, és akkor a BOLD jelnek a változása. Az itt ellen esetben a növekedése, természetesen ellenirányú folyamat is lezajolhat. Ezt szoktam, amikor tanítok efemerit, akkor először mutatni, és eljutok végül ehhez az ábrához, direkt nem folytottam le, ne is próbáljuk meg itt most értelmezni. Lényeg, hogy ennél jóval bonyolultabb a folyamat, jóval indirektebb, tehát jóval több faktor tud beleszólni, az sem kevés, de ennél jóval több faktor tud beleszólni abba, hogy valójában mi lesz az összefüggés a neurális aktivitás és a mért efemerijel között. A dinamikát azt viszont fontos megjegyeznünk, vagy fontos felfedezés volt, tehát ha valamiféle inger, vagy valamilyen feladatot kell végezni az embernek a nulla időpontban, akkor utána, megváltozik a véráramlás, illetve abban az oxihemoglobin, tehát ez az oxihemoglobin és a deoxihemoglobinnak a koncentrációja, ez itt az idő. Ha ezt a kettőt összetesszük, akkor valami ilyen jelet várunk, tehát ha adunk egy ingert, akkor utána a mért efemeri jelbe, ez lenne az ideális kanonikus hemodinamikus jel, vagy hemodinamikus függvény. Ha van egy modellünk, akkor tudjuk modellezni, ugye, hogy mit várunk, és akkor meg tudjuk keresni azokat az agypontokat, ahol ez a modell jól illeszkedik. Itt a bal kezét mozgatta az illető, és a jobb motoros kérekben láttunk aktivitást. Ez a jobb motoros kérekből vett jel. A,
a pirosok, amikor mozgatta a kezét, a fehér, amikor nem csinált semmit. Tehát ez egy ilyen egytípusú feladatvégzés, és látszik, hogy egész jól illeszkedik, tulajdonképpen a motoros, tehát ez egy ilyen alap paradigma, ennél jobb jelet gyakorlatilag fMRI-ben nem lehet kapni. Tehát ez a maximum. Tehát hogyha ennél valami ki egy szofisztikáltabb, finomabb paradigmát talál ki, akkor ennél egy rosszabbul illeszkedő jelet fog találni, tehát nem tudjuk olyan jól modellezni. És azért itt is látható, hogy elég nagy ugyanarra a kézmozgatásra elég nagy különbségek vannak a kiváltott válaszok között, tehát ahogy a piros csíkot követik a válaszok, mind késleltetésben, mind amplitúdóban, sőt, ugye itt vannak ilyen kis elcsúszások a jelben, de most még örüljünk neki, hogy ilyen szép jelek kapunk a mozgatásra. Hogy egy kis hasonlatot éljek, hogy miről is szól itt a aktív jelkeresés az agyban. Képzeljünk el egy szélvihart, hóesést, és fákat, és nekünk meg kéne mondani, hogy itt az erdőben hol található ez a kis család. Ugye itt a családban mondjuk, hogy a gyerek szól az apukának, hogy szóljon az anyukának, hogy rázza már meg a fát, akkor egy kicsit több hó esik, és akkor de valahogy el vannak bújva, és nekünk meg kéne találni őket, hogy melyik fa mögé bújtak. Lehet, hogy több fa mögé is bújtak. Van mondjuk egy valami kis telefonunk, CB rádiunk, tehát akár több ilyen kis rádat is elképzelhetünk. Lényeg az, hogy egy nagy viharban meg kell találjuk őket. Nyilván, hogy mennyire nehéz ez a feladat, vagy mennyire könnyű, az függ a vihar erősségétől, a szélerősségtől, az, hogy mennyire konzekvensek ők, tehát mennyire követik a parancsainkat. Ezzel sokat gondolkoztam, hogy miért állít ez a... Legyünk mi a megfigyelők, de ez egy kis csalás, mert nem vagyunk ott. A modellileszkedésre egy másik példa, hogyha nem a maximumból vesszük, hanem egy kicsit arrébb, tehát nem pont a motoros kérekből, hanem egy kicsit arrébb, akkor már nem illeszkedik olyan szépen a modellünk. És ez pedig a kisagy, ahol nem kontrollatálisan, tehát ha bal kezet mozgatjuk, akkor jobb, hanem ha bal kezet mozgatjuk, akkor a bal oldalon jelentkezik. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon, tehát hogy bizonyos esetekben, vagy bizonyos alapesetekben az fMRI egy ilyen nagyon direkt vizsgáló eszköznek tűnik, ahogyha neurális aktivitást akarunk nézni, tehát nagyon szépnek, nagyon egyértelműnek. És akkor még mindig akkor az előnyöket sorolnám, nem invazív, nincs radioaktív sugárzás, és nem igényel még, amit az EEG-nek, és ugye össze kell kenni a hajat, meg kell tanulni az elektródákat, föltenni, és az impedanciát mérni. Jó a térbeli felbontása, jó az időbeli, viszonylag jó az időbeli felbontása, a teljes agyról 2 másodperc alatt tud egy ilyen felvételt készíteni. Éppen ebből következően, hogy a teljes agyat lehet vizsgálni, és gyakorlatilag szabadon, ezért gyakorlatilag prekoncepció nélkül nem kell különböző agyterületeket előre meghatározni, hogy hol mérek. Automatizált analízis létezik. Olcsó, ez egy nagy kérdőjel, ugye, mert hogy egy ilyen berendezés az olyan 500 milliárd forint körül van, de ha már megvan, és van egy csoport, akinek van hozzáférése, akkor onnantól kezdve maga a működtetés az olcsó, egyszerű, stb. Ebben megvan az előny, és hadd mondjam, hogy mennyi hátrány van ebbe, tehát hogy hányan tudnak rászabadulni a világon egy ilyen berendezésre. Tehát majdnem egy ideális agykutatási eszközt látnánk. Az ideális agykutatási eszköz az egy ilyen olyan multi elektróda lenne, amivel le tudnánk az egész agyat fedni, tehát nem csak egy ekkora területet, hanem mindent, és szinte minden egyes idegsejtet közvetlenül tudnánk mérni. Erről ugye itt nincsen szó. Ebből egy csomó minden következik, például, hogy nagyon sok a fals pozitív tehát aktivitás, azaz olyan helyen találunk, olyan helyet gondolunk aktívnak, ami valójában nem az. Tehát itt van a modellünk, az valahogy illeszkedett, matematikailag, ráklikkeltem, kicsit beszínezte, de hát ha erre ránézünk, akkor ennek olyan sok köze a kézmozgatáshoz nem lehet, a terület sem igazán releváns ebben a esetben. Tehát, hogyha a hómezős példát nézzük, akkor hány fára gondoljuk azt, hogy na, ott biztos vannak. Mert hogy egy kicsit úgy rázták a fát, vagy úgy jött le a hó a fáról, ahogy azt mi gondoltuk. És akkor most a nehézségekre rátérek, tehát egyrészt a zaj leginkább a fejmozgás, amiből ered a zaj, tehát senki nem tud teljesen nyugton maradni a szkennerben, plusz ehhez a szívverés, légzés is hozzájárul, és mindenféle hardveres problémák.
Nagyon sok rosszul konstruált kísérlet lehet, nagyon könnyű rosszul konstruálni egy kísérletet. Ugye indirekt mérésről van szó, hogy azt említettem, és relatív mérés, amiről majd most fogok beszélni. Tehát egy-egy terület aktív és nem aktív periódusa között, illetve többfajta eseményre érkező válaszok közötti különbséget mérünk. Tehát egyes mérések eredményei nem összevethetők. Ebből most a jelleg az a szomorú hír következik, vagy nem hír következik, a szomorú státusz, hogy olyan funkcionális MRI mérés, ami a gyógyászatban egy betegségnek a pontos jellemzésére, tehát hogy beteg, nem beteg, mennyi a szintje, ilyen ebben a pillanatban nincs, mindenki gőzerővel dolgozik rajta, de az, hogy valakiről kimondjuk, hogy beteg, nem beteg, ilyen nincsen. Használják például agyműtétek előtti mappingre, tehát meghatározzuk a motoros kéreg, látókéreg, stb. A helyzetét, hogy oda ne, ott ne vágjon a sebész, de egyéb gyógyászati alkalmazása nincsen még, de lesz. És akkor a többszörös univariáns statisztikák korrekciának az elégtelensége, tehát hogy nagyon sok fa van, minden egyes fánál, amiről hull, ott védhetünk valamekkora eséllyel hibát. Ha nagyon sok van, akkor még nagyobb ennek a valószínűsége, nagyon nehéz matematikailag korrekten korrigálni, és kevesen törődnek vele. Hogy itt aki az erősebb, ez fog szólni erre a relatívról, tehát hogy két ingert hasonlítunk össze, és akkor most már a fa példánál maradva az almák hullásából próbálunk következtetni arra, hogy melyik gyerek rázza erősebben a fát, de közben természetesen fúj a szél, és nem egyenletesen fúj a szél. Plusz feladat, hogy vajon mi lehet a különbség a két gyerek között, az elszántság, az erejük, és így tovább, és ezt pusztán az almák hullásából próbáljuk kikövetkeztetni. Ez nyilván megint kutatói vérmérséklet, hogy mit tud valaki levonni ebből. Itt egy régebbi ilyen fájdalom. Mutattam a fájdalom ingerlőnket, annak a használatával kapott eredmények. Tehát, hogyha itt ingereket hasonlítunk össze, ez a zöld, kék, piros, ezek egyre kevésbé erős fájdalomingerek, egyre kisebb fájdalmat érez a beteg, és akkor itt ezekben a agypontokban találunk egy ilyen lineáris trendet, tehát minél erősebb az inger, annál erősebb választ kapunk. Tehát döntően erről szól, vagy erről kell, hogy szóljon az agykutatás, ismételhető ingerek és azoknak az összehasonlítása. Tehát, hogyha valaki meg akar fogalmazni egy kérdést FMR-ben, akkor mindenképpen találjon egy jól ismételhető, kis, rövid idő alatt ismételhető ingereket vagy feladatokat, amiket össze lehet hasonlítani. Nagyon sokszor próbálunk olyan, tehát nagyon sokszor olyan a probléma, hogy az lenne jó kitalálni, hogy ha valaki neki fekszik a fának, és ott van egy fél órát, akkor vajon mekkora az ereje, ezt nem lehet kimutatni. Tehát ez, hogyha az analógiát végig gondolja az ember, tipikusan, hogyha valaki kicsit megrázza a fát, az könnyű kitalálni, vagy viszonylag könnyű statisztikát találni rá, hogyha neki fekszik húzamosabb ideig, akkor nem. És itt pedig egy kezelés hatása ugyanazokra az agyterületekre, ahol ugyanolyan erősségű ingereket használtunk, de az egyiket fájdalmasnak, a másikat nem fájdalmasnak írta az előtt, ezek kezelés előtt és kezelés után ezek így jobban elválnak. Jó, a funkcionális konnektivitás, ez az, ami nem kiváltott, a nem kiváltott válaszról szól, és mondjuk, hogy így a 2000-es évektől mostanáig egyre inkább nőtt, és most már egyre több kutatás szól egy ilyen típusú paradigmáról. Itt gyakorlatilag a kísérleti személy semmit nem csinál, általában becsukja a szemét, fekszik a szkennerbe 10 percet, vagy 20 percet, 2x10 percet, és közben mérjük az agya aktivitását, és tulajdonképpen ezt a hóhullást nézzük mindenféle farázás nélkül, és abban is valamiféle szabályosságot próbálunk találni. Található is, tehát vannak agyterületek, amik nagyon hasonló ilyen háttéraktivitással rendelkeznek, tehát olyan nincs, hogy az agy pihen, ezek a kiváltott válaszok se olyanok, hogy hallgat az agy, és akkor abba beleszólunk, hanem egy ilyen folyamatos háttéraktivitás van, és kiderült, hogy ez a háttéraktivitás ez egy ilyen szinkronizációt jelent, tehát tulajdonképpen kapcsolati, funkcionális kapcsolati erősségeket tudunk kimutatni.
Mi a veszélye? Az a veszélye, hogy ezt még egyszerűbb csinálni, mint a kiváltott válaszos kísérleteket, mert nem kell hozzá semmit, sem LCD, sem fájdalomingerlő, semmilyen. Tehát egy nagyon olcsó, nagyon hozzáférhető és rövid idő alatt megcsinálható. Még gondolkodni se kell, ki se kell találni egy paradigmát, befekszik, és majd kigondoljuk, hogy mivel korreláltatjuk az eredményeket. Tehát, hogy megnézzünk két, kiválasztunk két agypontot, sőt jó esetben csak egyet, és megnézzük, hogy melyek azok a területek az agyban, amivel ennek valamilyen erősebb kapcsolata van, és az a kapcsolati erősség, ez vajon valamiféle viselkedés, képesség, betegségbeli dolgot tud-e jellemezni, tehát korrelál-e. Ez lenne egyébként az úgynevezett ilyen biomarkerek, tehát amik mondjuk patológiára, gyógyszerterápiának a válaszadására lehetne használni. Hát egy jó abszolút skálát kéne találni, ahol mindenki elhelyezhető, és nem csak egy kísérleten belüli alanyok. Ez a legutóbbi kísérletünk, publikáció, ez megint csak egy ilyen példa, hogy sok mindennel foglalkozunk, itt például az arc felismerésnek a képessége, illetve a zajos környezetben, tehát ilyen vizuális zaj, az arcfelismerés képességére lehet következtetni a arc, illetve a tájfelismerésben szerepet játszó agyi központoknak a konnektivitás erősségéből. Tervek, futóprojektek, felfedező kutatások, figyelni, memória, illetve a jutalmazások, funkciók vizsgálata az emberi agyban, az EEG-vel és fMRI-vel is. Itt ezt az öregedő idegrendszerben is ezt a fajta plaszticitást próbáljuk kimutatni, illetve az élsportban, mint a testnevelési egyetemmel lesz egy ilyen, vagy indult egy ilyen nagyobb projektünk. Translációs kutatások, itt a Richter-Gedeon gyógyszergyár lenne egy ipari partner, illetve egy ipari partnerünk. Ez a farmakológiai MRI-ről áll, tehát ott van egy kis állat MRI, ami egyfajta hidat képezne. Ez egy állandó kérdés a gyógyszerkutatásban, hogy oké, valamit csináltunk állatban, hogyan visszük át azt emberre. Tehát általában ez nagyon nehéz, ez egy olyan lépés. Még ha hasonlóak is a receptorok, molekulák, stb., akkor is óriási különbségek lehetnek aztán funkcionálisan. Az MR az egy nagyon biztató funkcionális MR, egy nagyon biztató terület. Különböző módszerfejlesztések és új diagnosztikai eljárások kidolgozása, ASL és parametrikus MRI, illetve más spektroszkópia, más zsírosodásnak a kimutatására. Van még két percem? Akkor amit fölvetítettem, az úgynevezett ESL, csak hogy nem csak fMRI létezik agykutatásban. Ez a, ugye amit mondtam, hogy a mozgó protonoknak a kimutatása is egy külön terület. Itt az történik, hogy, és megint csak szigorúan külső anyagbevitele nélkül, tehát semmiféle ilyen szuri nincsen, a nyakon gerjesztjük, ugye a nyakon van négy darab artéria, a karotiszok meg a vertebráiszok, amik bemennek és ellátják az agyat vérrel. Ezt lehet szelektíven is, tehát hogy csak egy-egy artériát, vagy mind a négyet megjelöljük, az itt átfolyó vért, azaz gerjesztjük, tehát nem az egész agyat gerjesztjük, hanem csak itt a lévő protonokat, azok bejutnak az agyba, mérünk, következő mérésbe pedig nem gerjesztjük az agyat, megint csak bejut a vér, megint mérünk. Ezt a kettőt összehasonlítva agyi perfúziós térképeket lehet kapni, ami a boldnál például sokkal inkább megbízható, tehát ott nem egy hóeséssel kell harcolni, nincs akkora szél mondjuk úgy, nincs annyi hó, hanem sokkal tisztábban lehet látni a fátrázó embereket a voxelek mélyén. Ami most ezzel a készülékkel gyakorlatilag, vagy csak azzal a készülékkel, ami nekünk van, és még van mondjuk 200 a világban, tehát arra van egy olyan, egy elég előre haladott módszer ennek, egy nagyon finom módszer ezeknek a átfolyó vérnek a jelölésére. És foglalkozni szeretnénk, még illetve elkezdtünk a parametrikus képalkotással, tehát megint csak színes képeket szeretnénk előállítani, de ezek úgy, hogy valamiféle, tehát nem egy ilyen kép, tehát ez a gyógyászatban az általában egy ilyen
szürkeskálás képi információ a rendelkezésre, és akkor azt próbálják nézegetni. Ez pedig tehát ez egy kvalitatív hozzáállás, és egy kvantitatív hozzáállás, hogy például a relaxációs időket mérjük térd polcban, illetve a meniszkuszokban, és akkor ki lehet mutatni például sportolóknál, vagy egy-egy futásnál, maratonfutás. Ha valaki megnézi egyébként, hogy maratonfutás előtt és utána egy ilyen térképpel a térdüzületét, akkor nem fog többet maratont futni. Tehát itt egyébként ez a vízzel, víztartalommal jól korrelál. És lehet predikálni különböző ilyen artrózisos folyamatokat, tehát különböző ilyen porc megbetegedéses folyamatokat még időben, tehát jóval előbb, ha megfelelő analitikus technikákat alkalmazunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Igen. Kérdezek én. Két kérdésem, de tulajdonképpen egy kicsit kapcsolódnak. Az egyik, ugye nyilván van ez a klasszikus és sokak által ismert kísérlet, amikor a többet adatban néztek funkcionális emberit is lehet detektálni valami. Szóval nagyon sok alkalommal az, hogy mit találtok, az végül is az algoritmusoknak a flexibilitásától függ, hogy hogy masszírozzátok az adatokat. Hogy ez mennyiben befolyásolhatja? Tehát fantomban is találunk aktivitást, amikor beteszünk egy ilyen gömböt. Pont ezért tartom nem olyan szerencsésnek, hogyha valaki csak úgy tehát jól tudja a szoftvert kezelni, neki áll elemezés kész. Hát vannak technikák, amivel erre rá lehet nézni, és rá lehet jönni azért, tehát most direkt nem akartam azért a rossz hírünket kelteni, találtam olyan korrelációt. Nagyon sokat ülünk egy nyagon, találtam olyan korrelációt, ami hú de szép, és aztán kiderült, hogy a fejmozgással még jobban korrelál. Tehát, hogy, és volt egy ilyen nagy, tehát az autizmusnak a megfejtésében volt egy ilyen több évtizedes vonulat, amikor azt mondták, hogy hú, itt is, ott is, amott is, micsoda markerek, és aztán kiderült, hogy megnézték, hogy a autizmus, de ugyanúgy gyerekek, fiatalkor méhenbelüli funkcionális emeri, tehát hogy a fejmozgással még jobban korrelál. Tehát erre vannak, matematikai eszközök, illetve meg lehet nézni úgy az adatokat, hogy ezeket kiszűrje az ember, és minimálisra csökkentse, illetve megint csak azoknak az eredményeknek lehet hinni, amit azért sokszor sokan ráfeküdtek és különböző módszerekkel megtalálták. Tehát általában mi sem nyugszunk addig, amíg legalább ilyen kétfajta megközelítéssel valami értelmeset nem kapunk. De pont ez, tehát abban különbözik tehát a többi tudományban is, persze fizikában is hallunk ilyeneket, hogy mérést vagy hamisítanak, vagy mondjuk szelektált az adatszelektálás, alanyszelektálás, stb. Azt kell mondanom, hogy igen, hogy hozzáállás kérdése, tehát hogy ugye van egy publikációs nyomás mindenkin, tehát viszonylag könnyű kimutatni. Igen, azt akartam mondani, hogy a funkciós MRI ugye teljes agyat vizsgál, nagyon sok az adat, nagyon sok a teszt, amit elvégez az ember, és aki nem ért igazán a statisztikához, az erről megfeledkezik, és akkor hirtelen lesznek ilyen varázskorrelációk. És akkor a másik pedig az lenne, és nyilván megint az algoritmusoknak meg a korreláció kereséséhez vonatkozik, hogy itt fákról beszéltünk, és akkor maradjunk a jelen, hány ág mozgását lehet érzékelni, tehát hány neuron kell tüzelni egy helyen, hogy te utána valamit lássál? 3x3x4 milliméteres volt mondjuk egy régebben a felbontása, tehát az abban lévő neuronoknak kéne tüzelni. De nem igazán lehet megválaszolni a kérdést több dolog miatt. Az egyik az, hogy, és ez megint akkor végtelenül útvonal az előadás, tehát az, hogy gátló vagy serkentő idegsejtek vannak. A gátló idegsejtek akár tudnak pozitív jelet is adni, mert hogy ők is energiát fogyasztanak, de lehet, hogy aztán, hogyha ugyanabban a kis térrészben vagy voxelben gátolnak, akkor több idegsejtet gátolnak, mint amennyi. Tehát az, hogy
látok valahol jel szint növekedést, vagy csökkenést, vagy semmit nem történt, az messze nem egy direkt korrelátum. Tehát nem történik semmi, simán lehet, hogy ott az idegsejtek fele az gátol, a másik fele meg serkent. Szóval nem tudok rá válaszolni.